Ez a Városi Televízió választási műsora. Köszöntöm a stúdióban dr. Kis Attilát, a Jobbik Magyarországért Mozgalom makói polgármester jelöltjét. Üdvözlöm, és 20 perc áll a rendelkezésünkre. Először arra kérem, hogy mutatkozzon be a választóknak, mesélj egy kicsit a múltjáról, a végzettségéről, eddigi munkahelyéről, a civil életéről. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a lehetőséget, hogy mi is egy ilyen fórumon lehetőséget kapunk arra, hogy elmondhatjuk az elkövetkező időszakban sőt terveinket. Jó magam, makói vagyok, harmadik generációs állatorvos, hogyha valaki nem ismerne, viszont az állatállománynak a létszám csökkenése egy teljesen másik vállalkozás irányába terelte az életemet, egy saját sertéstelepvel bírok, amit 2000 óta irányítok. Ez a sertéstelep egy ilyen 3 és 4000 közötti sertés kibocsátásra alkalmas. Változóan 7-től 10 emberig dolgozik a telepen. A kollégáim végeznek el igazából mindent, külön telepvezető van, én ebből viszonylag kevés, tehát kifejezetten irányítási részt veszek ki magamnak. Tehát tökéletesen összeegyeztethető az életemmel, hogyha lehetőséget kapok arra, hogy várost szolgáljam, akkor ez nem fog ebbe hátráltatni. És mi az, ami a politika irányába vezette? Miért döntött úgy, hogy ringbe száll a polgármesteri székért? Én úgy gondolom, hogy aki vállalkozik és aki társadalomban él, az mindenféle fórumon találkozik a politikával. Ha így, ha úgy, ki kevésbé, ki többet vesz ki magából, tehát hatással van mindenkinek az életére, még azoknak az életére is, akik azt mondják, hogy őket nem érdekli és nem mennek el szavazni. Én úgy gondolom, hogy döntenie kell mindenkinek, tehát egy fölnőtt embernek a döntés meghozatala sokszor nehéz, de én úgy hiszem, hogy ennek pont október 12-én itt az alkalom, hogy akik eddig nem, azok is most hozzanak egyféle döntést. Ha nem is biztos magukért, hanem a környezetükért, családjukért és makóért elsősorban. De a jelszónk az, hogy csak piros-kék, nem pártpolitikai szintéren próbáljuk majd irányítani a várost, hogyha erre ténylegesen lehetőségünk lesz. Márpedig a mostani közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy igenis lesz a Jobbiknak és Jó magamnak erre lehetősége. De én mindemellett azt kívánom egyébként a városnak, hogy egy olyan testülete legyen, ahol nincs senkinek többsége. 2006 volt az a mérföldkő a magyar politikában, illetve a magyar közéletben, ami egy hazugság hadjáratnak a végét szeptember 18-ával elindította, és akkor volt az, amikor igazából egy nagyobb színteret kapott a Jobbik magának. Aztán ezt 2010-ben teljesedett ki, amikor parlamenti párttá vált. Én akkor már történtek megkeresések irányomba a párt részéről, akkor én úgy gondoltam, hogy egy munkát, az egy folyamat, tehát ilyen rohammunkában nem hiszek, folyamatos építkezésben, és akkor 2011-ben alakult újjá a Jobbik, az akkori választási eredmények tükrében történt egy alapszervezet módosítás, nagyon sok tag maradt, nagyon sok új taggal egy új szervezet alakult, ennek lettem az elnöke 2011. május 13-án, majd pedig egy évre rá, azt hiszem alelnöki, körülbelül egy évre rá alelnöki pozíciót is kaptam, és akkor ez így elindult, tehát hogyha ekkora szerepvállalás volt az emberben, és ekkora lehetőséget kaptam, illetve vettem a hátamra, akkor nem hátad, nem úgy, mint egy púpot, hanem ténylegesen, mint szolgálatot úgy gondolom, hogy ezen az úton elindultam, akkor jött az a következő mérföldkő a 2013. szeptember, amikor választ kellett adni arra, hogy a 4-es választókerületbe ki lesz a Jobbik jelöltje. Ezt elvállaltam, Zeitler Ádám kollégámmal rengeteget dolgoztunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól végeztük a munkánkat, nagyon sok új gondolat született meg a téli kampánnyal kapcsolatban, és a téli kampány mezsdjéjén. Itt például a Návai Term, ami ennek a
frissen szült gyermeke. De egyébként én úgy hiszem, hogy nagyon sok új gondolat, nem csak egy fejlesztési terv született, hanem egy új megközelítés, egy új városvezetés és egy város szolgálati megközelítés is született. Itt például ezt bizonyította az, hogy a választókerületben közel 12 ezer szavazatot kaptam, jó magam és a Jobbik, de Makón is közel 3500 szavazattal támogatták a képviselőjelöltségemet. És utána ez már annyira adekvát volt, hogy itt ezen az úton menni kell tovább. Ezt a 3500 választót nem szabad cserben hagyni. Ez a 3500 makói választó igényli a változást, és ezt a gondolatot is, amit mi képviselünk. De én bízom benne, és tudom, hogy nem csak 3500-an vagyunk, akik ebbe hisznek, hanem sokkal többen, mint ahogy ténylegesen vannak olyan közvéleménykutatási eredmények, hogy Makó változtatni akar. Változtatni akar azon a 20 éven, vagy 24 éven, ami ugye volt egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet ezt értékelni. Ez lenne a következő, igen, a helyzetértékelés, tehát akár az előző 4 évet, vagy akár visszamegyünk a rendszerváltásig, az elmúlt 24 évet hogyan lehetne értékelni? Teljesítményt lehet értékelni. Na most addig, amíg én úgy látom, hogy és akikkel beszélgetünk, nagyon sokan úgy látják, hogy de most próbálok a saját magam gondolatánál maradni, hogy teljesítményt lehet értékelni. Tehát ettől én most egy kicsit elállnék. Makón, hogyha belegondolunk, olyan beruházások valósultak meg, amelyek igazából rekonstrukció, tehát egy állag megőrzés. Itt most lehet a járdaprogramot is, lehet a főtérnek az állapotának, hogy milyen csodálatos és milyen jó. Ez mind nagyon szép és nagyon jó. Erre uniós pályázatok érkeztek, tehát teljesen mindegy, hogy ki lett volna a városvezetés az elmúlt 20 évben ezeket, akkor is meg kellett volna oldani, el kellett volna készíteni, mert összedőlt volna az egész főtér, összedőlt volna a szökőkút is, hogyha ezeket nem csináljuk meg. A járdán emberek járnak, azokat is folyamatosan jó állapotba kell tartani. Az, hogy az autópálya ideért, megint nem önkormányzati feladat volt, nem annak volt köszönhető, hogy idejött az autópálya. Tehát az megint kormányzat volt, és nem is biztos, hogy kormányzat, hanem ez egy Európai Uniós szükség volt arra, hogy a Balkán fele egy köldögzsinóron keresztül az Európa tudjon közlekedni. Egyedül, ami fejlesztésként én értékelni tudok, az a hagymatikum. Ez nagyon sok, meg ez a hagymatikum által fölépített új irányvonal, ami egy új, a turizmuson keresztül egy új üzletág valósult meg Makón. Ezt lehet úgy értékelni, hogy ez a hagymatikum jó volt, lehet úgy értékelni, hogy rossz volt. Ezen teljesen mindegy, ezen 2014. október 1-én fölösleges polemizálni, ez itt van, ezt működtetni kell. Itt az a kérdés a továbbiakban, a turizmusban, és nem csak a hagymatikumban, hanem a turizmusban, hogy tudja úgy menedzselni az új önkormányzat, vagy az új testület ezt a városfejlesztési irányt, hogy ez hatékony legyen. És nem biztos, hogy az a legfőbb cél, hogy azzal fogunk kérkedni, hogy már csak 120 millió, már csak 80 millió forintot kell a hagymatikumba évente a városnak áldozni, hanem inkább az a lényeg, hogy tudja menedzserszerűen az új testület, vagy az új önkormányzat ellátni azt a feladatát, miszerint is kizárólag, és ez a mi új gondolatunk, kizárólag új vállalkozó, vagy makói vállalkozókon keresztül egy olyan vállalkozásokat gerjeszt és hív létre, akik, teszem azt, tudnak annyi adót fizetni a városnak, amiből ezt a városi költségvetés szempontjából szintén elenyésző pénzösszeget tudja a hagymatikumba fordítani. Hiszen a hagymatikum mindig is a tyúkanyója marad a makói turizmusnak. Itt ezen az úton tovább kell haladni, ezt nem szabad megállni, tehát én úgy hiszem, hogy az önkormányzatnak egyre nagyobb, mint ahogy az alaptörvényben számára engedélyezett vállalkozási lehetősége van. Nagyon sok saját ingatlannal bírunk, a návei tervben ezt sok helyen leírtuk, és nagyon sok helyen deklaráltuk is, hogy mi azt szeretnénk, hogy az önkormányzat, különböző KFT, konzorciumok, holdingok, a közgazdasági nomenklatúra szerint teljesen mindegy, hogy milyen közös vállalkozásokba kezd a itteni vállalkozókkal,
és azokat próbálja egy ilyen közös vállalkozás formájában ténylegesen az idegenforgalom felé terelni. Ez lehet 10 személyes vállalkozás, de lehet akár, mondjuk ilyen nagyon csúnya dolgot fogok mondani, téglajegy formában, akár 500 ezer makóinak a tulajdonába működtetett turisztikai fejlesztés is. Ugye most itt a helyzetértékelés során már kicsit a jövőbe is tekintettünk, és ez lenne a következő témánk, ugye, hogy polgármester jelöltként szükséges mindenek előtt egy jó és megvalósítható program. Most nagyjából 10 percünk van még a beszélgetésből, ez alatt az idő alatt kellene a legfontosabb elemeket kiemelni ebből a programból. Mi az, amiben változtatásokat szeretnének, mik a legfontosabb elemek a programban? Tehát ugye a turizmus ez mindenkinek a zászlós hajója, és ezzel rendjén is van. Nagyon sok képviselői bemutatkozást hallottunk, nagyon sok megszólalás volt már a városban azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy a turizmusban újabb munkahelyeket tudnak teremteni. Én azt látom, hogy ezek ilyen nagy lőzungok voltak, tehát nagyon kevés konkrét tartalommal voltak megtöltve. Én, mint az előbb ezt ecseteltem, hogy én ilyen cégeket tudok elképzelni, hogy nagyon sok makói vállalkozó a tulajdonosa, az önkormányzat akár az épülettel, mint tulajdonos beszáll, és hozza a lobby elejét arra, hogy a különböző uniós fejlesztési forrásokat erre a kis- és középvállalkozási formákba le tud hívni, makóiakat fogja szolgálni, makói munkahelyeket fog teremteni. Ez az egyik irány, amit mi mondunk. A másik az ugye a mezőgazdaság, ezt mi régóta szeretnénk a hagymakutatót, már tavaly a 2014-es költségvetési év tárgyalásakor volt egy lehetőségünk arra, hogy mint képviselő jelölt akkor, országgyűlési képviselő jelölt módosító javaslatot adjunk be, és erre kértünk is egy nem kis összeget, azt hiszem 200 millió forint volt ennek a mennyisége, hogy újra létrehozzuk a hagymakutató állomást. A hagymakutató azért fontos Makónak, mert még mindig van lehetőség arra, hogy a mezőgazdaságban a kézműves növényeken keresztül, tehát egy konkrét struktúraváltás szükséges a mezőgazdasági termelésen. Az, hogy az Unió 2004-től kezdődően egy olyan nagyüzemi struktúrát állított fel számunkra, hogy az ő általuk előállított nagy gépekkel, kevés munkaerővel energia növényeket állítsunk elő Európa számára, ez arra alkalmas, hogy Európa jól éljen, arra viszont kevésbé, hogy makói mezőgazdasági termelők ebből egyre többen éljenek, és viszonylag jól. De viszont a hagyma, ami én úgy hiszem, hogy a kutatáson keresztül fejleszthető akár a makói 3 éves vöröshagyma is arra a szintre, ahol viszonylag nagyobb termés mennyiséggel, nagyobb kézi munkaerővel, de egy prémium termékként meg lehet jelenni újra a piacon. Ehhez elengedhetetlen, mint ahogy a turizmusnak elengedhetetlen feltétele a maga a hagymatikum, ugyanúgy elengedhetetlen feltétele szerintem a mezőgazdaság fejlesztésének a kutatóközpont. Ezt csak gondoljuk végig, hogy mi úgy képzeltük el, hogy egy IMFK, ez az Integrált Mezőgazdasági Fejlesztési Központon keresztül szeretnénk ezt megvalósítani, aminek rengeteg osztálya lenne. A legelső az, hogy természetesen a kutatás, értelmiség, genetikusok, agrármérnökök érkeznek, tehát nyílna lehetőség arra, hogy ezeket a fiataljainkat már visszacsaljuk. De onnantól kezdve az oktatáson keresztül újra valószínűleg, mint amit most a kormány szeretne, hogy egyeztetve a piac szereplőivel az oktatást szintén a piac igényeihez képest és ahhoz az igényeikhez mérten igazítani. Marketing osztályon keresztül, itt vagyunk a hármas határonnál, kereskedelmi osztály, mint Szerbia, Vajdaság fele, Románia fele. Én úgy hiszem, hogy ebben a fejlesztésben muszáj, hogy az önkormányzat valamiféle lépéseket tegyen. Mind a fokhagyma, de akár mondom még egyszer, hogy a makói vöröshagyma mint egy prémium termékként történő visszavezetése a piacra. És itt van a következő lépés, amit nagyon sokan mondanak már nagyon-nagyon régóta, hogy 5-600 ezer magyar fiatal dolgozik Európába. Makón is szerintem ezrekben mérhető, bár erről a 2011-es népszámlálási adatok állnak rendelkezésre, ahol még 23 ezeren vagyunk. Én biztos vagyok benne, hogy 20 ezernél több makói nem él most a városban. És hogy visszacsaljuk a fiatalokat. Persze vissza is lehet, de én úgy gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb, és sokkal fontosabb egy 1000 fős munkahely megteremtése helyett,
egy olyan gondolatnak a újjászületése, ami azt fogja megakadályozni, hogy egy végzős 18-20 éves fiatalnak ne az első gondolata legyen az, hogy elhagyja Makót. Tehát, hogy lehetőséget biztosítson az önkormányzat számára, hogy ténylegesen itt tudjon dolgozni. Ehhez természetesen munkahely kell, ez az egyik, amit ezen a két nagy projekten keresztül szeretnénk megvalósítani, de a másik az az, hogy lakásokat kell neki építeni. Erre már Zeltler Ádám kollégám mondta a sajtótájékoztatón, hogy képzeljük el ezeket, fészeklakások, amit a Jobbik elkezdett hirdetni a tél folyamán, hogy olyan önköltségen megvásárolható lakásokat szeretnénk a fiataljaink számára biztosítani, ami igazából lehet, hogy városi, nem is kell fejlesztési pénz, a városnak a vállalkozásán keresztül megvalósítható olyan felújítási folyamatok, amit ezt részletekbe, kezelési költséggel, de viszonylag kamatmentesen a fiataljaink részére tudunk bocsájtani. Én ezeket a fővonalakat gondolom, hogy, és ez talán egy új megközelítés az, hogy egy vállalkozó, egy jól menedzselt új önkormányzat tud majd kialakulni 2014. október 12-ig. Zóra, tekintek, van még 4 percünk, van esetleg még olyan a programban, amit érdemes lenne hangsúlyozni most a televíziós műsorban? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok a návai programból nagyon sok mindent hallhattak már a nézők, és még az elkövetkező 10 napban ezt meg is fogjuk tenni, hogy aki még ebben nem találkozott, találkozom vele. Folyamatosan kint vagyunk délutánonként a város különböző pontjain, boltok, ilyen forgalmasabb helyeken, tehát nagyon sok návai tervvel tudunk szolgálni, tehát ez nem csak egy ilyen nagy buborék, hanem ez egy 34 oldal tömény városfejlesztési program, aminek vannak olyan részletei, amik valószínűleg még nem kerültek a média, tehát ilyen jellegű média látókörében. Én egyébként inkább egy ilyen kis jövendőt szeretnék felállítani. Még egyszer mondom, hogy amivel kezdtem a gondolatomat, hogy most van rá lehetőség arra, hogy Jobbik polgármester és Jobbik irány... Nem szerettem az irányító szót, és azért bocsánat, hogy megakadtam. Tehát a Jobbik jelöltje szolgálhassa a várost. És igazán ez talán nem is jó magam részéről, nem is egy olyan foggal körömmel ragaszkodott, és ez irányba történő vállalásom, hanem én egy dolgot szeretnék a makói lakosoknak, hogy egy olyan testület jöjjön létre, ahol nincs senkinek többsége. Ezt nagyon szeretném. Ha még egyszer mondom, hogyha én leszek a polgár, akkor is ezt szeretném. Ezt ettől függetlenül. Tehát a testület összetételét szeretném, hogy az ne legyen senki többségben. És azt szeretném, hogy talán azok, akik 16-18-20 éve nem csinálnak semmit az önkormányzatnál, azokat mondják most már a szavazók, hogy eddig és ne tovább. És képviselőként is, mert ugye az egyes választókerület képviselője is vagyok, azon fogok dolgozni, hogy azok a képviselő jelöltek most még, akik az elmúlt 16-18-20 évben a családi kasszát egészítették ki a képviselői pénzükkel, ezzel a 100-120 ezer forinttal. Én úgy hiszem, hogy egy makói önkormányzati képviselőnek nincs miért, mivel a városért történő szolgálatért jelentkezik, nincs miért pénzt fölvegyen, és a nyugdíját, sok esetben a nyugdíját ezzel egészítse ki. Tehát 13-ától mindent meg fogunk azért tenni, hogy ezek a megélhetési képviselők, akik 16-18 éve ott ülnek, ezek ne azért legyenek képviselők, hogy ezt a pénzt fölvegyék, hanem munkáért. Tehát valamiféle olyan megoldást már született is egyébként ebbe ötlet, hogy iskoláknak, óvodáknak, alapítványoknak a képviselők igenis ajánlják föl, mert ők nem pénzért, nem munkára jelentkeztek, mert akkor munkainterjú lenne és nem választási kampány most. Nyugodtan letehetnek, és hogyha ilyen gondolatuk van, és most ez jól vésik az agyukba, akkor lépjenek vissza, mert én mindent meg fogunk tenni azért, én és a csapatom is, és aki bekerül közülünk, azon fog dolgozni, hogy ezek a, én úgy hiszem, hogy munkanélkül kifizetett 100-120 ezer forintos képviselői tiszteletdíjnak nevezett pénzösszegek olyan helyre kerüljenek, akik tényleg a makói
mondom, közintézményeket, alapítványokat szolgálják. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.